Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, elhoztam nektek a Kipper kártyákat. Mit üzennek nektek a mai napon? A szerelemre, a lélektárs kapcsolatra mit üzennek nektek? Valójában mit üzennek nektek? Valójában azt üzenik tényleg, hogy hát te nagyon fejlődsz, nagyon az utadon vagy, úgy látom ezt az egészet, itt van neked. Ez tényleg egy ajándék, ez a lélektárs kapcsolat, és levelet fogsz kapni, és azt látom, hogy itt vannak a változások. Igen, itt vannak a változások, a következő 4 hétben nagy változás lesz, nagyon pozitív lesz. Hó, hát a következő 4 hétben? Hát akkor már karácsony lesz, úgy valahogy karácsony környéke, igen. Hát mit látok én itten? Hó, hát ez már régen így kellett volna, hogy történjen. Valójában igen, váratlanul jön ez be neked, itt lesznek az ünnepek, és azt látom, hogy lesz egy téves egyéniség, még vagy ilyen fél attól, hogy nem, ő fél attól, hogy valami hibát tesz, és ezen gondolkodik, hogy hogy is tegye, hogy is találkozzon veled otthonodba, hogy is látogasson meg téged, de lesz egy valódi találka, igen, te veled. Rakjuk ki a 4x8 kártyát, nézzünk bele, és akkor megmarad 4 kártya, és akkor tudjuk is, hogy mi is az, amit meg kell, hogy nézzünk, mire kell, hogy fordítsuk a figyelmünket. Mire kell, hogy fordítsuk a figyelmünket? 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 Nézzünk bele, hát itt a szívherceg, ó, nézd, itt a találka, meglát, lesz egy valódi találka, hogy meglátogat téged, mert meglátod. Hú, micsoda kirakás, nézzünk bele, micsoda kirakás, nézzünk bele, igen, nézzünk bele, nézzünk bele. Hát te a távolságban nézel, lehet, hogy már régóta várod, hogy itt a csoda megtörténjen, itt a nagy szerencse, de abban nézel, és a tudatalattidban pedig itt van tényleg, itt az ajándék, mint ahogy látod, ez játszik, igen, egy szerepet itt az ajándék közöttetek, valójában itt a 4 kártya. Hú, micsoda kártyák, ide nézzetek. Hó, hát ez nagyon, nagyon jó tényleg. El vagyok ragadtatva, igen, mert a cím is arról szól, a komoly kapcsolatról, a szerencséről, a szerettőről, és itt lesznek könnyek, de örömteli könnyek, örömteli könnyek. Micsoda kirakás, örömteli, örvendő könnyek. Mit látok itten? Hát, azt látom, itt van, te nagyon várod, már lehet, hogy régóta várod ezt a szerencsét, hogy legyen egy változás itt az életedben, már régóta várod, ezt már nagyon régóta várod, és azt látom itt a tudattalattidban, egy az egyben, hogy ez neked egy ajándék. Úgy gondolod, hogy már 4 hónapja ez neked egy ajándék, erre annyira vágysz már, annyira várod ezt az egészet, hogy ez végre is létrejöjjön, és lehet, hogy tudattalattidban is elképzeled, hogy milyen lenne, hogy is nézne ez az egész ki, és úgy látom, hogy nem adtad még fel, nem adtad még fel a hitedet, hogy nem hiszel benne, hanem még mindig bízol ebben az egészben, még a reményed itt van, hogy lesz egy találka, és akkor egy az egybe lesz, hogy egyensúlyba lesztek. A lélektársad magasabb energiában van, mint te, és úgy látom, ő tényleg tervezi a valódi találkát te veled. És próbálja, hogy mit is fog neked mondani, hogy mit is fog majd, hogy is mit fog kisugározni. Ilyen dolgokról gondolkodik, hogy mit is tegyen, és ebbe teljesen bele van betegedve,
hogy annyira tervezi ezt az egészet irányútba, hogy nem is tudja, hogy mit évő legyen. Mint ahogy látod, a tudatalattiában itt van tényleg, hogy dolgozik önmagán nyilvánosan, és teljesen a bőségbe szeretne menni, és úgy látom tényleg, hogy el akar engedni mindent, ami őtet visszatartja, transformál minden nehézséget. Ő tényleg egy nagyon pozitív egyéniségnek néz, és tényleg, hogy szeretné, hogy ez igazságosan menjen közöttetek tovább, és azt látom, hogy itt van, igen, ez játszik egy szerepet, ahogy látod, játszik egy szerepet az új kezdet, hogy ő lesz a te szeretőd egy az egyben, úgy látom ezt közöttetek. Valamint azt látom, hogy itt van tényleg az, hogy pozitív irányba változik ez az egész, és ő teljesen felszabadul ebből a bezártságból, ebből a bezártság érzésből, mert ő tényleg fejlődni akar feléd, és elengedi mindezt az érzéseket, ami őtet levonja, vagy őtet gátolja veled kapcsolatban, és ír neked egy levelet. Nézd, itt a levél, és kapni fogsz egy levelet, és ő szeretne tényleg egy változás, és te is el fogsz ezen gondolkodni, és elképzeled magadnak, hogy milyen is lesz ez a változás, hogy nehogy hibát tegyél, hogy nehogy valamit tévesen cselekedjél, és ez váratlanul jön be neked. Ez beindult már régebb közöttetek, mondom, hogy jönnek az ünnepek, és akkor érzed magad igaziból otthon, hogyha ez megtörténik veletek. Itt a szerencse, a komoly kapcsolat itt van, igen, és azt látom, hogy te nagyon boldog fogsz lenni, te leszel a leggazdagabb egyéniség, a legboldogabb egyéniség, nagyon, nagyon örülsz ennek, és örömteli könnyek lesznek. Hát engedd el tényleg az útjára, transformáljad minden negatívot. Itt van közöttetek ez, hogy a hamisság, engedjétek el, mind a ketten, ő is, te is, és akkor itt az új kezdet meg lesz közöttetek. Hát remélem, hogy ez tetszett, megtaláltad magad. Ha így volt, ha rezonáltál vele, lajkolj, kommentolj, iratkozz fel a csatornámra, és legközelebb tartsál újra és szintén velem. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, legyen csoda szép napotok! Sziasztok! Sziasztok!